Benned van egy ilyen gazemberség, nem? Hát a szeme sem áll. Szeme sem áll? Inkább úgy mondom, hogy megoldjuk okosba. Okosba? Jaj, tudtam. Már vártam ezt a kifejezést, a megoldjuk okosba. Ez annyira igen. Magyar specialitás. Persze. Tehát a gulyás után szerintem ezt be kéne vezetni, hogy megoldjuk, megoldjuk okosba. Nemzeti kincs, igen, ez kell. Hungarikum. Andrea, nagyon kellett neked a karriered során, amikor mondjuk külföldi konkurenciával találtad szembe magad, hogy kellett a magyar szívóság, ha van, de ez a fajta csibészség, vagy nem is tudom micsoda, felnemadás, élelmesség. Szükséged volt erre? Most egy rövid kis történetet elmondok, tényleg nem hosszú. Salzburgban énekeltem már egy kisebb szerepet, és a Riccardo Muti keresett a következő évadra a Verdi Rigolettójához Gildát. És előénekeltem neki. És elénekeltem Mozart áriát, Luciát, stb. És aztán ugye mondta, hogy na hát azért a Gildából is énekeljek valamit. És mondta, hogy hát ne az első áriát, amit én nagyon jól tudtam, hanem a másodikat. És nem volt se kottánk belőle, és nem is tudtam azt az áriát, pedig mondtam, hogy ó, hát igen, én ezt már énekeltem ezt a szerepet, de hát csak Magyarországon, és csak magyarul, és akkor mondta, hogy hát akkor a második áriát legyek szíves. És akkor szegény zongorista az valamit ott fejből rögtönzött, én meg csak az áriának az első sorára emlékeztem magyarul. De különben, és a dallamra. Uh-huh. Azért, és... Én elkezdtem ezt énekelni, ezt az áriát, magyarul úgy, hogy az első sor után semmiféle szöveget nem tudtam. És össze-vissza hablatyoltam, mert mondom, olasz ember úgy se tudja, hogy... A skálának az igazgatója, és egyáltalán Riccardo Muti, aki a világ egyik legnagyobb karmestere, és az olasz repertoárnak az atya úristene, és annak azért ott ezt így elővezetni. Mondjuk az volt csak a jó, hogy tényleg magyarul. Tehát mondtam, hogy én ezt csak magyarul tudom, mondom, olaszul nem tudok hablatyolni. Tehát ez sikerült, 2 hét múlva megvolt a szerződésem. Tehát ehhez kellett. Riccardo Muti is benyalta, látod? Így kell ezt. Szegény, ha még a Jeduhin Mehuni Mianuhin is benyalta volna ezt, ezt mindenki. De szóval annyira, tehát kell egy ilyen merészség, egy vagányság. Ez mi múlik? Hát a merészségen is a vagányság. De hogy valakiben ez benne van, vagy sincs? Nem mindenki merte volna ezt megcsinálni. De az hát nem kapta volna meg a szerepet. Az nem kapta volna. Ennyire tehát egyszer. Én ezt annyira akartam. Tehát valószínű az, hogy nagyon-nagyon akartam ezt. Tudtam, hogy a szerep az rám van írva, bocsánat. Tehát, hogy ezt nekem el kell ott énekelnem is, hogy a skála az egyik legnagyobb lehetőség, hanem a legnagyobb lehetőség egy operaénekesnek. Tehát én itt, hogyha... Tehát én ezt mindenképp akartam. És még ezt is bevállaltam, hogy fú, de ciki, de hát most ezt így kell előadni de akkor. Ciki. Hát... Ezt úgy hívják, hogy rögtönzés. Igen. Hát nem is tudom, azt hiszem a gulyáslevesnek a receptjét énekeltem az első sor után, vagy valami ilyesmi. Fogalma nem volt az szegény, embernek. Nem tudta, hogy most hagymát szeletele, vagy nem tudom. Ilyesmi. Ami eszedbe jutott. Hát ami eszembe jutott, nem. A lényeg a siker. Utána már nem kérdezi meg senki, hogy... A lényeg a siker? Majdnem mindegy, hát, hogy milyen áron? Nem, azért nem. És az sem mindegy, hogy milyen területen vagyunk, de az ember a saját munkájában van. Ennek azért örülök, mert nekem az olimpia jutott eszembe konkrétan. Tehát, hogy ez hasonló. Az olimpiai döntő? Az is akár, de hogy amikor az ember már játsza a játékát egy jó pár éve, és eljut egy szintre, akkor ott már ezek döntik el, ezek a kicsi dolgok, hogy valaki bajnok, vagy nem. Igen. Vagy csak turista. De... Ezt szoktuk mondani egyébként. Hát, aki kiesik a versenyen, azután csak nézi a többieket, turistán. És turistának jött, tehát azok de a turisták. Ilyen értelemben akkor lehet, hogy a török ellenfeled a Sydney döntőben élelmesebb volt, mint te, nem? Nem. Az én helyzetem azért az kicsit speciális, mert vannak olyan nemzetek a világban, akik sokkal, hogy is mondjam, erősebbek sportpolitikailag, azért mert az ő nemzetük sokkal jobban nézi a birkózást. Tehát nagyjából egy átlag magyar néző, az 4 évente lát birkózást, sajnos mondom ezt én. Magyarul azt mondod, hogy a döntő az ott dőlt el, hogy sokkal nagyobb volt mondjuk ugye a felvevő piaca a birkózásnak a törökök hát részéről, nekik, mint a magyarok szempontjából. Ők sokkal többet tettek a háttérben is azért a győzelemért, mint mi. Te jobb voltál abban a döntőben? Egyébként igen.
Egyébként igen. Tehát nekem ott aranyérmesnek kellett volna lennem, két okból is, tehát most szakmailag belemehetünk. Én pontozással is nyertem egyébként, meg utána meg tussal is, tehát hogy mindenféleképpen... Akkor ezt elcsolták? Mondhatjuk, hogy igen, de valójában én mindig azt szoktam mondani, hogy ott én azért kaptam meg, utána azt mondták a Magyar Olimpiai Bizottságtól, kaptam egy ilyen kitüntetést, hogy ez egy nagyon fair play díjat, hogy milyen fair fiú vagyok. Amúgy baromira nem vagyok, mert hogy a győzelemért megtettem volna bármit, ha kell, akkor vérét veszem, vagy akármi, vagy veszíteni is emelt fővel kell. Tehát, hogy mi ezt tanultuk fiatalon. Még akkor is, hogyha érzed, hogy itt valami sandaság volt a háttérben? Főleg akkor, ha sandaság van a háttérben. Mert ha te akkor elkezdesz ott erőszakoskodni, meg pufogni, meg na, az a legcsúnyább. De azért pár széket utána csak összetörtél dühödbe, amikor senki nem látott. Ez jóval, nem. Jóval évekkel később én törtem széket, meg küldtem el bírókat meleg éghajlatra, de az már azért volt, mert addigra már betelt a pohár. Tehát, hogy nálam is lehet húzgálni az oroszlán bajuszát egy ideig, fát lehet vágni a hátamon, de aztán eddig is nem tovább. Azt akarod mondani, hogy vége volt a döntőnek, visszamentél és rezignáltan tudomásul vetted azt, hogy noha jobb voltál egy olimpiai döntőben, te csak ezüstérmes leszel. Igen, de akkor nekem meggyőződésem volt az, hogy lesz ez még majd máskor, máshogyan, máshogy. Jöttök máskor. Ki még az ilyen utcába. Így van. Na most, és itt jön az a rész, amit mondtál, hogy törtem a széket. Igen, törtem széket, mert nekem a lehetőséget kellett megteremtenem ahhoz minden egyes évben, hogy én találkozzak ezekkel a fickókkal, akiken törleszteni valom volt. Mert nem felejtettél. Hát persze, hát a magyar ember nem felejt, hát nem felejtünk. Na de, és a lényeg az, hogy a legnagyobb baj az, hogy a lehetőséget akarták elvenni, hiszen akkor én már nem voltam érdek, úgymond senkinek. De a szőnyegen megverni nem tudtak, ezért már, hát nem kimondva, de mindenki tudta, hogy én nekem minden pontért kétszer meg kell harcolnom. De most kiről beszélsz? Ki volt, aki ilyen értelemben ellentartott neked? Hát egy nagyon sok, igen, a sportvezetés. A birkózó vezetés? Nagyon sokáig, aztán rájöttem, hogy a saját klubom is. Jaj. Röhely, de így van. És hát ugye ez meg a saját klubom, meg ugye hát összejátszott a szövetséggel egy időben. Én ezért is örülök annak, hogy mostanra már a Magyar Birkózó Szövetség szinte megújult, megfrissült. Tényleg rendszerváltás volt a mi sportágunkban, úgyhogy egy más, most kéne 20 évesnek lennem. Nagyon sajnálom egyébként. Egyébként, hogyha egy picit összehasonlítanám a zenészeknek és a sportolóknak a hátterét, most, a mostanit például, hát akkor nekünk semmi ilyenünk nincsen. Tehát egy olyan énekes, aki tényleg járja a világot, az egyedül csinálja. Nincsen vele az edzője, nincsen vele a masszőre, nincsen vele egy orvos. Én mindig irigykedem igen, de akkor már kész vagy. A sportolókra. De akkor már kész vagy. De nem, soha nem vagyok kész, ne haragudj. Tehát amikor oda megy az ember, megtanulta úgy a kész. Szerepet, és úgy megy oda, hogy akkor még legalább egy hónap próbaidőszak van. Ugye? És akkor jön a rendező, jön a karmester, jön ez, jön az. Ők ezért? Az edzők? Nem. Meg nem. Ők a stáb? Nem, ők a stáb. Olyan, de nem az én személyes stábom. Tehát ők kiveszik belőlem, amit hoztam, de hátulról engem senki nem tart. Művész szempontjából ugye, ha átszerződik egy másik operaházba, akkor nyilván változik az egész stáb. Persze, mindenki. Igen, de a stábnak valahol mindig az az érdeke, hogy sikeres legyen az előadás. Azt hiszem, hogy teljesen két különböző dologról beszélünk. Tehát ez nem csak arra akartam kilukadni, hogy annak a stábnak, akivel te dolgozol a fellépéseken, az előadásokon, annak az a célja, hogy ez az előadás sikeres legyen, hogy maradandót alkossatok. Na most a legrohadtabb, már csónak kifejezéssel élve, az, hogy én sokszor olyan stábban dolgoztam, akinek ez nem volt érdeke. És akartam én egyedül brillírozni, amikor mögöttem hát azt azért hittek, nálunk is ez van, hogy ott áll mögöttem a cover, meg ott áll a másik szerepoztásnak ugyanazt a szerepet éneklő valaki-e, és hát így ilyen árgus szemekkel kívánja azt, hogy jaj, csak legyen már beteg, rekedjen le. Ilyen szintű rivalizálás vagy? Hát azért öldöklő. Ez nagyon hasonló ez mi szakmánkkal. És akkor ugye az van, hogy ha én nem jól vagyok, akkor ő ugrik be. Persze, sérüljön meg. És akkor ott, puf, igen. Van olyan konfliktus,
olyan rivális, aki úgy végigkísérte szinte az egész pályádat? Tehát, hogy folyamatosan méricskéltétek egymást. Talán még az is kijelenthető, hogy jobb teljesítményre sarkalt téged? És ha ő nincs, akkor te ma nem lennél ott? Nem, ilyen nincs. Nincs? Nincs. Nincs. Hála az égnek egyébként. Nem. Olyan furkálódás volt, ami nagyon fájt? Akitől nem vártad volna? Vártam tőle. Tehát vártam tőle, és tudtam is, hogy miket fog csinálni, és az nem lepett meg. Mondasz egy példát, ami még ránk tartozik, hogy hogy néz ki ilyenkor a furkálódás? Tehát mit terjeszt rólad? Hogy tesz neked keresztbe? Hát úgy, hogy mégsem én éneklem például az előadást, az elsőt. Mert hát ugye mindenki a premierre jön, és a premiert nézi meg, és hogyha ügyesen furkálódik, akkor kicsinál engem idegileg. Ugye? De hogy tud kicsinálni téged idegileg? Hát olyan megjegyzéseket tesz. De mondj egyet. Hát nem. Tudod, az a baj, nekem... hogy ő nem ilyen ember, és ő nem tudja ezt így mondani. Nem tudom mondani. Aki ilyen ember, az ne félj, az mondani rögtön 15 példát. Tehát én ezeket elfelejtem. Mert hogy nem azzal foglalkozom. Akkor nagyon fájt. De én ezt puff, el is felejtem, és megyek tovább, és csinálom a dolgomat. Na, neki meg az fájt, aki ezt csinálja. Igen. Tehát én mindig azt mondtam egyébként, hogy én nekem annyi dolgom van, és annyira szeretem a hivatásomat, nem érek rá áskálódni. Tehát én nekem erre nincs se energiám, se időm, se izé. Az, hogy másnak erre van, az az ő baja. Én mindig azokat sajnáltam. Én azért hagytam az a birkozást. Hát a furkálódás miatt? Mert nem érek rá én erre. Aha. És igen. Elég volt. Igen. De neked ez fáj a mai napig? Hogy ne fájna. Igen. Elvettek még nem is tudom mennyit az életemből. Aha. Hát 4 évente van csak olimpia. Én csak egy olimpián voltam, a következőt már itthonról néztem a tévéből. És olyan emberek birkoztak érmekért, akiket a hajuknál fogva húztam korábban. Sőt, a te súlycsoportodban volt magyar egyáltalán az a olimpián? Következő nem. Megkérdezhetem a súlycsoport. 84, már nem annyi vagyok. Olyan jó, szóval 84, gyerek. 84 kiló voltam. Most hány kiló vagy? Az egy masszív kiló. Azt kérdez. Azt nekérdez? De nyugodtan megmondom, hát semmi. De én nem hölgy vagyok, tehát... Hogy... Én nem mondom meg. Én megmondom a korom, mindent megmondok. Igen. Van egy méret, amit nem mondok meg, de hát mindegy. A masszív 84 kilós ember, aki erős, az valójában olyan 92 aha, átlagban. Aha. Na most vagyok olyan 105. Uh-huh. Annyira nem ment el a súlyom, de ezért látszik, hogy kicsit elapucisodtam. Hát ez izom szerintem. Hát olyan, tehát hogy nem rakodott rám az a lityilötyi zsír, ami ugye általában az emberekre szokott, hanem olyan átfedett lettem, olyan, hát nem tudom. A radírgumi. Én ezt szoktam mondani, olyan radírgumi. Mint egy ilyen gorilla, vagy nem tudom. Elmondod nekem, hogy nézett az ki, amikor itthon ültél és nézted az aténi birkózást? Mit éreztél? A legsablonosabb kérdés, de azért ezt... Azt úgy nem nagyon akarom elképzelni, hogy az milyen érzés. Gyakorlatilag a saját klubtársam, akinek nem mondom meg a nevét, mert nem szeretnék a sportágon belül áskálódni, de utána még egy srácot kinyírtak így egyébként, egy jóval később olimpiára, ugyanez a fiú. Addig áskálódott a kis stábjával, hogy a saját klubomnál elérte azt, hogy az én klubomnak ne legyek én, hogy is mondjam, érdek, így kvázi levágták az aranytojást, olyan tyúkot, és főztek belőle egy tyúk húslevest. Ez voltál te? Igen, nagy vonalakban ez történt ott. Na most... Na de várjál. Évekkel később derültek ki egyébként ezek a dolgok. Ha te egy olyan ember vagy, mint amilyennek gondolok, és amiket így olvastam rólad, hogy te azért úgy, hogy mondjam, asszalra tudsz csapni, és akkor még finoman fogalmaztam, akkor miért nem mentél oda, és miért nem törted rájuk az ajtót, hogy gyerekek, olimpiai ezüstérmes vagyok. Egy arany esély van Athénban. Mert ezeket az embereket ez nem érdekli. Mert azt mondja, hogy én is az olimpiai esélyes vagyok. És az olimpiai kvalifikációs versenyre egyszerűen nem engem. Én voltam a válogatott, én nyertem az összes válogató versenyt, tehát hivatalosan én voltam a válogatott. Legalább beolvastál abban neki? Abban a súlycsoportban, és amikor csapatot hirdettek, akkor a 84 kilóban nem az én nevem hangzott el. És akkor én fölálltam, fölmentem Tatán a szobámba, összeszedtem a holmimat, bevágtam a csomagtartóba, és mondtam, hogy én elmegyek haza. Utánad ment egyáltalán valaki? Igen, egyedül a Komáromi Tibor jött utánam, ő volt a szövetség kapitányunk, tőle egyébként pont nem ezt vártam volna, de mégis utánam jött, és próbált marasztalni, de én akkor megmondtam neki egyértelműen, hogy nagy képűen fog hangzani, de szerintem van mire, hogy én nem fogok felkészítő emberre lenni olyanoknak, akik szakmailag a cipőmet nem vihetik. És akkor ő így rám nézett, és azt mondta, hogy korrekt.
és hagyott elmenni. Andrea, amikor veled szerintem némileg hasonló dolog történt, amikor te már azért külföldön nagy névnek számítottál, de Budapesten valahogy már az Operaház az annyira nem akart téged, noha tag voltál, társulati tag, tudomásom szerint, annyira nem akart téged akkor úgy foglalkoztatni. Ez úgy volt, hogy kiszerződtem Bécsbe, a Staatsoperbe, és akkor igazából én azért jöttem haza, tehát több hónapot voltam kint, és aztán több hónapot itthon. És akkor én már jó előre elmondtam az Operaházban, hogy a titkárságon, hogy mikor leszek itthon. Hogy hát akkor énekelnék ugye a színházban. És akkor hazajöttem arra 3-4 hónapra, és akkor látom, hogy semmiben nem vagyok kiírva. És akkor bementem, és megkérdeztem, hogy de hát gyerekek, én már olyan régen leadtam, hogy mikor vagyok itt. Hát mondom, használjatok már. Hát. És akkor mondták, hogy jaj, hát itt van 6-7 ilyen szoprán, mint te, hát majd, amikor rád kerül a sor. Ja, hogy akkor? És akkor én ott zokogtam az Operaháznak a büféjében, és akkor egy kedves ismerősöm azt mondta, hogy hát Andi, te annyira buta vagy. Hát most te tényleg akarsz itthon énekelni? Na de tudod, milyen rossz ilyet hallani? Igen, én nagyon akartam még itthon énekelni, megmutatni magamat abban a formában, ahogy ugye de még ott... De úgyis, hazai közönség előtt más. De jó, nagyon jó. Más, nagyon jó. Jobb. Igen, jó. Jobb. És akkor azt mondta nekem, hogy miért nem mész oda, ahol jó feladatok várnak, ahol megbecsülnek. És akkor nagyon-nagyon rosszul esett ez, de akkor azt mondtam, hogy jó, oké, hát akkor én csinálom a nemzetközi karrieremet, néha hazajövök egy-két előadásra, és akkor tényleg így van. Tehát miért nem akartak tudom, akkor belőle többet? Nem tudom. Tehát ez... Biztos gondolkodtál rajta. Rendre utasítás. Tudod, az a baj, hogy mi hajlamosak vagyunk egy olyanra, legalábbis akkor így volt, de lehet, hogy még most is. Most igen. Is. Tehát, hogy az a fűszál, amelyik egy kicsit magasabbra nő, azt levágják. Tehát nem. Tehát az a jó, amikor mindenki egyformára nő. Irigyek az voltak a jó egy kis... picit? Nem, ezt nem bírják. Tehát tudod mi? Amikor a Solti György hazajött, és már idős volt, és már azt hiszem az utolsó interjút csinálták itthon vele, és mindig megkérdezték, hogy miért nem jött haza. És azt mondta, hogy egy idő után, mert ő többször haza akart jönni, könyörgő leveleket írt az Operaháznak, és nem hívták meg. Ő azt mondta, hogy neki olyan nagy lett a szarva, most egy ilyen, hogy mondjam. Tehát tehát mindene, amit ő magára szedett a világban, az olyan széles látókörrel látta őt el, hogy ő azt mondta, hogy olyan nagy a szarvam, hogy nem férek be ezen az ajtón. Nem tud bejönni. Nem tud. Nem értik meg. Tehát azt a fajta gondolatot, azt a fajta, ami ő, azzal nem tudnak mit kezdeni, mert sajnos a középszer az úgy nagyon jól el van, mert az mindig itthon van, az mindig tud helyezkedni. Ezért ez szomorú, hogy ez nagyon szomorú, ugyanazt látom, és hallom, amit tehát a sportvilágban. Ez milyen érdekes, tehát a sport és a zene valahol egyébként hát nem ugyanaz, de sokban hasonlít. Hát művészet. Ugye, művészet ugyanaz. És meg edzés. Bocsánat, nekem az énnek tanárnőm az edzőm. Hogyne. Tehát én elmegyek hozzá azért, hogy felkészítsen, hogy edzésben legyek. A toroknak, a lelkemnek is edzésben kell lennie. Ma ugyanannyit edzel, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Abszolút. Az mit jelent? Az mennyi mondjuk egy héten? Hát legalább 3. 3 alkalom. Alkalom csak a tanárnővel. 2-3. És akkor még azon kívül is kell azért... És még nem hallottad a zuhanyzóban. Ott közben. Szeretek a legjobban. Tényleg egyébként, ez tényleg jó, azt én is csípem. Lehet, hogy máshogy énekeltek. Egy picit másképp, igen, azt ne hallgassuk. Miket szoktál a zuhany alatt énekelni? Hát egyébként beénekelni ott szoktam elkezdeni. Mert az ott olyan jó zárt, és olyan jól visszhangzik, és igen. Az akusztika marha jó, és akkor ott nem ordítok. Mert ez sajnos ugye az opera énekesek hajlamosak arra, hogy túl hangosan énekeljenek, és egy beéneklésnek nem kell olyannak lennie. És kérdezek egy nagyon butát. Mondjuk nem. Egy ilyen nagyság, mint te, ha mondjuk kihagyna 7-8 órát
edzésről beszéltünk, azt én, mint laikus, azt észrevenném? Nem, mutatja sem. Ennyit még nem. Tehát ennyit még nem, de ha hónapokat, azt már igen. Akkor azt mi történik? Igen. Nem lesz hamis? Még az is lehet. Az is lehet? Az is lehet, igen. Szerintem mi még azt sem vennénk észre. De egyébként igen. Tehát azt gondolom, hogy, jó, hogy, szakmázik, hogy vannak... Tehát őt, igen, ő, én szakmázik. Ő tudja, ő tök maximalista magával. Mert így van. Így ha van. Te meghallgatnád úgy, hogy fél évig elmenne Hawaii-ra is nyaralni, és tenni előadnod, így ülnél, és atya úristen, ilyen van, ez lenne. Na jó, de én ha birkoznék, ugyanez lenne. De ma kedved szerint foglalkoztatnak Magyarországon, ha mondjuk az opera felé tekintünk? Egy kicsit most kevesebb a premier, de most nem akarok panaszkodni, mert ráadásul pont most egy nagyon-nagyon borzasztó helyzet van. Igen, a karantén tehát miatt a karantén miatt, sok mindent felfogadott. Igen, tehát a jövő évben nincsen premierem, mondjuk 2-3 éve nem volt premierem. Szóval az hiányzik, hogy premierben, mert az egy sokkal nagyobb odafigyelés. Ez olyan, mint egy nagy verseny. Ez és most akkor... olimpia se lesz. Ne hát aggódj! Igen. Igen. Japánban a kedvenc ország. Ú, én is nagyon szeretem, nagyon de nem szeretem. Lesz olimpia, nem lesz. Az sem csábított el, amikor Nepálban rájöttél valami egész másra, amikor ott egy picit elvonultál, nem azt mondom, hogy ott maradj, de hogy lehet, hogy máshogy kellene, vagy máshol kellene élni az embernek az életét? Ez nagyon érdekes, amit most kérdezel, mert az a helyzet, hogy igen, ott voltak tapasztalásaim ezen, voltam egy 10 napos elvonuláson, Nepálban, és az ott igen elindított bennem valamit. De amikor hazajöttem, akkor azt mondtam, hogy miért is kellett nekem ezért oda menni? Tehát ha én otthon leülök, és meditálok, és átadom magam ugye annak az érzésnek, meg egyáltalán ugye az a Vipassana módszer, amivel mi ott meditáltunk, nagyon érdekes, és nagyon, nagyon megfigyeljük magunkat. Nem ez a teljes kiürülés, és nem gondolok semmire, hanem meg ilyesmi. Tehát 4-kor keltetek. Fél 4-kor. 10-kor takarodó. 4-től. Nagyon jó volt. Jó, de klassz. De egyébként tényleg én voltam katona, köszönöm szépen. Kérem. De hogy győznéd meg a Sanyit, hogy ez jó dolog? Úgy, hogy elvinném. Egyébként nagyon vonzódom nagyon az ilyesmikhez, csak az a baj, hogy én nagyon szkeptikus vagyok mindennel. Tehát, hogy ezért nem vagyok vallásos. Ezért ez nem járok pszichológushoz. Ez mind nekem mind ilyen áltudományok ezek olyan dolgok. És amit te mondtál, hogy miért is mentem én oda végül? Hát itt van bennem a megoldás. Miért mentem oda? Hát igen, tök jó, meg kell. Azért, hogy ezt... Hogy ez elinduljon. Hogy benne. Ez megtud, bocsánat, igen, de valójában én ezért is vagyok úgy, hogyha valaki elrángott egy templomba, és akkor, na hát, és akkor ott csak úgy feszengek, hogy mint egy rossz lány, és nem érzem olyan. Tehát, hogy nem érzem magaménak. Valójában hát itt van belül. Kell nőni. Mondjuk igen, de itt van belül az, amely itt van a megoldás. Tehát, hogy magamban hiszek. Magadban hihet, de is. Segítséget kérhetsz máshonnan, hogy magadban hihet. De nem kapsz. Tehát, hogy ott is megmondják, segíts magadon. Andrea, most megnéztem pár felvételt, színpadra lépés előtt rendszeresen keresztet vett, én nekem ez kell. De figyelj, ez nekem neveltetés. Tehát én így nőttem fel. Engem a nagyszüleim neveltek, és nekem ez kell ahhoz, hogy én önbizalommal és erősen, és tényleg, és ezt minden kollégám elmondja, hogy azért is szeretnek velem lenni a színpadon, mert belőlem nyugalom árad. Tehát, hogy ott baj de ez nem lesz. Belőled jön. Igen, de hát érted, azért... De persze. Ez neked nem kell fogódzó. Nekem kell, és én ezt hogy mondjam, én ezt nem is szégyellem, és persze. Nem, hát ez, én nem negatívként mondom ezt, csak én az elmúlt években arra jöttem rá, hogy a megoldás itt van belül. Egyébként ugyanarról beszélünk egyfolytában. Tehát, hogy, és tényleg Pepitában ugyanarról beszélünk, de itt van a megoldás belül. Azt meg tudod nekem mondani 3 mondatban, hogy mikor hazajöttél Nepálból, akkor te voltak éppen mire jöttél rá? Ó, nem rögtön jöttem rá. Tehát ebben ez is a nagyon mennyivel érdekes. Jobb a kaja itthon? Nem. Nem kell kelni fél 4-kor. Nem, abszolút. Én utálom azt, hogy megérkezek a reptérre, és azonnal hagymaszag van. Tehát... Ó, de várom mindig. Én nem. Tehát nekem ez durva. Tehát én ott nagyon szerettem azt, hogy semmi hús nem ettünk.
és nagyon-nagyon finom ételek voltak, és fantasztik. Ja, és nem lehetett beszélni. Nem is eszem húst egyébként? De eszem, csak ott ez hozzátartozott a rituáléhoz, hozzátartozott ahhoz a fajta lelassuláshoz. Én Mongóliában éreztem így magam egyébként, amiről te beszélsz. Ez nagyon-nagyon jó volt, és én azt gondolom, hogy nekem ez aztán, tehát hogy elindított. Tehát valamit elindított, ami aztán így nőtt, és mindig hozzá adódott valami az életemhez, amit annak köszönhetek. De harmonikusabb lettél? Nyugodtabb? Tisztán látóbb? Úgy mentem oda, hogy én tisztán akarok majd utána látni. Azt elmondható, hogy milyen területen, vagy milyen kérdése kerestette a választ? Az életben, amikor az ember tisztán akar látni, az azt jelenti, hogy az embert akarom látni. Elfogulatlanul, tehát őt akarom megélni, érted? Vagy téged, vagy a másikat, vagy a gyerekemet, vagy önmagamat. Tehát, hogy ugye ez a megfigyelés volt ott is a legfontosabb, hogy megfigyeljük magunkat. Jobb énekesnő is lettél? Pihentek a hangszálok, persze. Még beszélni se lehetett. Annyira kis görény. Bocsáss meg, hogy ezt mondod. De nem. De mindig jön az a kis kinőnek, érted, a kis ördög szarvai. Hát a pihenés az jót tesz. Ez ugyanolyan része a felkészülésnek. Abszolút jót tesz, persze. De nem csak, de még a szemöldöke is olyan majd figyelnek. De, hát te mondtad, hogy a szeme sem áll jól. Nem, de még a szemöldöke sem áll jól. Tehát, pedig sose szedtem. Nem is fogom. Nem, hanem ahogy így huncutkodsz, így följön ilyen háromszögben. Pedig már 43 éves vagyok, és még mindig ott van a csipészség a tekintetben. De amíg ez már itt van, addig van ez jól. Én persze. Hát igen, igen. Szóval, hogy jobb énekesnő lettél, szerinted? Nem gondolom. Nem? Tehát ezt nem gondolom, de talán, ha ilyet szabad mondani, talán jobb ember lettem. Uh-huh. Tehát aki megengedőbb. Mondasz saját magával is egyébként. Mondasz egy olyan tulajdonságot, amitől szerinted te el tudtál köszönni, vagy háttérbe tudtad tolni? Tehát nem szeretted magadban azt a Rost Andreát, ami már nincs, köszönhetően például ennek a tisztánlátásnak? Nagyon félős vagyok, voltam. Mitől? Voltam. Mindentől. Mindentől? Mindentől. De ekkora nyuszi füleimben vannak. A jövőtől? Nem, mindentől. Tehát például egy ilyen beszélgetéstől így halálra izgultam magam, féltem, meg a megfelelési kényszer, hogy mindig nagyon sokat és nagyon jól teljesítsek, és ettől borzasztó félelmeim voltak. Te valójában küzdősportoló vagy. Abszolút, amikor egyébként, amikor eljártam most ugye nem jártam edzésre, csak rájött az edző, hogy csak úgy tud széthajtani, hogyha felültet az evező micsodára, és akkor ott nekem kitűzi, hogy most nem tudom, 5 másodperc alatt 100 kalóriát kell húznom rajta. Uh-huh. És akkor biztos, hogy meghúzom, sőt, egy kicsit többet is. Tehát én csak a belső tulajdonságokra mondom ezt, mert a belső tulajdonság egy küzdősportolónak ilyen, mint amit most így megismertem belőled, mert mit szoktuk azt mondani, hogy valójában az, hogyha valami fáj, nem az fáj, hogy eltörik, hogy megsérül, hogy fölrepet, hogy vérzik, hanem valójában ha önmagamnak nem tudok megfelelni. Mert nem feltétlenül, kikapni is lehet, amit az előbb mondtam, persze, de emelt fővel, és nagyon drágán adjuk a bőrünket. Nagyon drágán adjuk. Olyannyira drágán adtad a bőröt, hogy dobáltál székeket, volt is egy fegyelmi ellened. Na, az is volt, igen. Ha beszélhetünk erről, hogy egyszer te leköpted az edződet, az igaz? Nem a saját edzőmet köptem. Valaki másét. Nem a saját edzőmet, én tisztelem, becsülöm, valaki másét. Ez akkor volt, amikor Sike András felpattant a Fradi edzőjeként? Így van. Kit köptél le? Hát már nem tudom, talán a Bandit, de nem vagyunk egyébként rosszban azóta se. Tehát egy olimpiai bajnokot, akire azt mondtad, hogy azért fel kell nézni, mert tisztelettudó ez a sportág. Ha konfliktusra kerül a sor, akkor még ez is megesik, hát, de ez tök jó. Tehát a sztori bárkit bedarál, tehát hogy oda igen, ne szóljon igen bele senki. Tehát hát hogy ez háborúban vannak ugye veszteségek, ez ilyen. Lehet, hogy mondjam, egy cifra kifejezéssel elintézni kell ehhez, hogy repüljön valami? Azért nem lehet, mert addigra én már azt éltem, hogy a munkámat rontották el. Tehát azt, amit én csinálok, azt szándékosan akasztották és rontották el. Nem az fájt nekem, hogy az is fájt, hogy vereséget szenvedtem bármiért, nem jogosan, tehát jogtalan vereséget szenvedtem,
Valójában a szabályok voltak olyanok, hogy én abban nem illettem bele. Tehát ez a legfontosabb. Én abban nem illettem bele. Akkor viszont miért kell? És ezért hagytam abba. De ha nem illettél a szabályokba. De erre már csak később jöttem rá, évekkel később, amikor elvonultam én is otthon, és akkor magamban gondoltam, hát magamban néztem. Te is néztem. Elvonultál, látod? Van, aki Nepálba megy a segítségért, te otthon, de azért én, mindenki egy kicsit elmegy. Én megoldom ezt, hál' Istennek, én ezt meg tudom oldani magam, tehát eddig még sikerült, de biztos, hogy egy jó tapasztalás nekem is egy ilyen, de valójában amikor magadban nézel, akkor pontosan tudod, és normális ember vagy, akkor pontosan tudod nem mindig másra mutogatni, hanem nem, ezt rosszul csináltam. Tehát, hogy igen, elismerni a hibánkat, és tanulni abból a hibából. Tehát, hogy nyilván fiatal voltam. Ma már nem csinálnál Nem csinálok én ilyesmit. Nem kellett elnézést kérni, mert nem volt rá szükség, mert a küzdősportág az egy olyan közeg, hogy ott elszabadulhatnak az indulatok, és akkor, ha nézeteltérés van, nem berekednek össze, de hangosabban vitatkoznak, mint a Jedik. Beszéltétek? Tehát Siki András neheztel rád, vagy? A Siki András abszolút nem neheztel rám, én a Siki Andrást ugyanúgy tisztelem, becsülöm, ahogy addig. Akkor hogy olvassak fel egy rólad mondott pár mondatát? Azt mondta, hogy ahhoz, hogy valaki nagy sztár legyen, nem elsősorban az eredmények kellenek. Bárdosi semmit nem nyert, érmei persze vannak, és jó birkózó. Ha az eredmény lenne a szereplés függvénye, akkor nem neki kéne a képernyőn lennie. Viszont van egy zseniálisan eladható személyisége, és van, amit ezek szerint jól csinál. Pontosan arról beszél a Bandi, nem sért meg engem, mert igaza van. Tehát az, amit én az előbb mondtam, nem én leszek a legfényesebb kakasebb ezen a szemétdombon, mert nem engedik meg. Nem állnak mögöttem, akinek mögöttem kellene. Semmi gond. Akkor nem én leszek a legfényesebb kakas, de a leghíresebb. Az fontos? Nagyon fontos. Igen, én is mindig ezt mondtam, hogy amikor hasonlítgattak ide meg oda, mondom, én nem akarok második Mária Callas lenni, én az első Rost Andrea akarok lenni. Tehát, hogyha én valamit csinálok, akkor abban a legjobb akarok lenni. És hogyha egy metropolitánt vagy egy szkálát egyébként olimpiai versenynek nevezünk, akkor én itt most ötszörös olimpiai bajnokként ülök, ugye, mert hogy Wiener Staatsoper, Milánói Scala, Metropolitan, London, Covent Garden, és talán még ide lehetne sorolni a Tokiói National Operát. Tehát ennek azért nekem a fejemben egy picit, hogy mondjam, magyarázatra szól. Hát annak a szakmának ez a csúcsa, csak abszolút, kétség nem fér hozzá, csak hogy azt mondod magadról, hogy félős vagy. Azt mondod, hogy elképzelem, hogy egy lány Kőbányáról, egyszerűen világsztárok gyűrűjében a világ legnagyobb operaszínpadain találja magát. Különösképpen úgy, hogy saját elmondása szerint félős. Igen, félős, szorongós, igen. Akkor mennyi időnek kellett eltelnie, hogy te ne tolj be attól, hogy te jó Isten, itt van egy világsztár, itt van egy... Nem, tehát, bocsánat, tehát én attól soha nem. Attól soha de nem. De ettől a beszélgetéstől féltél volna, de ott nem. Igen, igen. De ez hogy van? Azért, mert azt tudom. Tehát arra felkészülök, azt tudom, az az én hivatásom, az az én életem. De az önbizalom az honnan volt meg benned? Ilyen téren. Az a tehetségből fakad nála, hiszen tud valamit, amit senki más nem tud. Ez így van, de ahhoz azt kell... Azt csinálni, amit ő nagyon ért, amihez nagyon ért, érez és nagyon tud, attól nem fél. Nem, tehát ha elindul nem. Az előadás, akkor ő már nincs betolva, akkor hidd el. Nem. Csak előtte. És ahogy belépek a színpadra, akkor... Mondom, hogy küzdősportoló. A Rost Andrea küzdősportoló, hát ugyanígy gondolkodunk, ugyanígy. Igen. A legelején még kétségek között gyötrődsz, és nem tudod, hogy mi igen, lesz. És borzasztó. És megvan a terved, és tudsz előre mindent, mindenre fölkészültél, minden mozdulatot lejátszottál 50-szer a fejedbe. Pontosan tudod, hogy mi fog jönni. És aztán, ha valami nem úgy történik, akkor még zseniálisan rögtön az. Pont ez a lényeg, hogy ahogy elindul az előadás, nálunk a mérkőzés, borul az egész. Okay. Tehát, hogy mindig történik valami. Mindig történik és valami. Ott jön az, hogy na, ott jön a szakma. Ezzel a nagy nyuszi füleimmel azért én már 5 éves koromban tudtam, hogy én hollywoodi színésznő leszek. De az honnan tudja az ember? De az érzi. Nem, de Hollywood nem jött össze. De Hollywood Bowl-ban énekeltem, és azért valahol... De nem lettél színésznő. De színésznő vagyok, bocsánat. Tehát az opera de játszás... De nem Hollywoodban. Nem Hollywoodban, tehát, nem de Hollywood azért filmekben. Szerintem megfeleltethető. Nem, egyébként ez komolyabb, mint egy hollywoodi egyszerű én film. Is azt gondolom, hogy sokkal tovább, tehát 30 éve, hát mutass nekem egy színésznőt a Meryl Streepen kívül, aki 30 éve ott van, és ott van fönt, ilyen álló csillag. De még nem tettél le róla, hogy te mozifilmbe szerepeljél. Nem, abszolút, én nagyon szeretnék.
Tettél is lépéseket a tárgyban? Igen, és most már nagyon keményen teszek, igen. Na akkor ezt meséld el. Nem mesélem. Nem? Nem, mert nem akarok. Ha mondok egy nevet, akkor majd igazolod ott sem. Enyedi Ildikó irányába tettél lépéseket? Oda is tettem, de aztán nem. Nem, de őt fantasztikusnak tartom. De ez hogy néz ki, Andrea, a gyakorlatban? Te látod mondjuk a testről és lélektől, és azt mondod, na ez az, ezzel a nővel akarok én együtt dolgozni. Igen, például ilyen. És tehát ilyenkor fölhívod? Valami... Igen. De úgy, hogy nem ismeritek egymást. Igen. Hát nem vagy nyuszi, azt azért, hogy állapítsuk meg, és ilyenkor az hogy történik? De ez nem lesz... a nyúl, nem, ez megint egy másik nyúl. Ez megint nyúl. Szakma, ez ebből megint lesz a valami. Szakma. Tehát tudom, hogy ő tud az én tehetségemhez, az ő tehetségét tudja párosítani, ami azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy például a Madonna, akit imádok, ő azért lett Madonna, mert ő pontosan tudta, hogy kikkel kell együtt dolgozni. És te úgy érezted, hogy Enyedi Ildikó van. És én úgy érzem, hogy de lehet, hogy most más lesz. Ő egyébként mit mondott? Hogy nézett ki ez a beszélgetés? Nagyon aranyos volt egyébként, is mondta, hogy ó, igen, hát csináljunk valamit együtt, és aztán semmi nem lett belőle, de nem baj. Egyébként egy énekesnőről szeretnék egy filmet, és nem akarok dokumentumfilmet, játékfilmet szeretnék. Ez egy álom lesz, ez egy elképzelt valami, tehát nem csak rólam fog szólni, de rajtam keresztül egy énekesnőnek az életéről. És te alakítanál, te játszanál a főszerepet? Talán a végén. De egyébként nincs benned olyan félelem, hogy kamerák előtt színésznőként, prózai szerepben, tudomásom szerintem még nem nyilvánultál meg, hogy ott, amikor ez a feladat, akkor azt te hogy oldanád meg? Azért az, még ha színésznői feladatokat láttok is el a nagy színpadon, éneklés közben, azért ez igen, másik szakma. Zene. Igen, ez egy másik szakma. Nem fél? És éppen ezért, de hát persze azonnal másfél méteres nyúlfüleim vannak, de ahhoz, hogy ezeket a nyúlfüleket le tudjam vagdosni, ahhoz keresem a profi embereket. Tehát most találtam egy olyan színésznőt, aki fog nekem segíteni. Tehát, hogy ezt is megtanultam, hogy igen, nyújtsd ki a kezed. Már hogy színészképzést kvázi? Színészképzés, igen. Mert hogy, hát bocsánat, hogyha sütök egy kuglófot, akkor azt sem úgy sütöm, hogy a fejemből, hanem fölüttem a receptkönyvet, és pontosan követem az utasításokat. Ahhoz te kértél segítséget, vagy saját kútfőből indultál el a szórakoztatóiparban, vagy a showbizniszben? Az a baj, hogy én egy baromi ösztönös ember vagyok. Tehát nem mondanám, hogy ösztönlény, de ösztönös ember. Amit én ösztönből úgy érzek, hogy az nekem jó, akkor az általában jó is lesz, mert szívesen csinálom. Mi jó neked abban, hogy celeb műsorokba szerepelsz? Ezt én már nem keresem. Tehát ebből kinőttem. Közben rájöttek azok, akik akkoriban ilyen műsorokat kezdtek el csinálni a televíziókban, hogy én egy alkalmas fószer vagyok erre az egészre, mert vidám vagyok, mert felszabadult, mert nem érdekel, pont nem érdekel, tehát hogy én tényleg leszarom ember, tehát hogy engem nem érdekel. Te olyankor se jössz zavarba, ha már reflektálhatunk itt erről a műsorra, hogy például egy világhírű operadívával ültetünk le egy asztalhoz, mert elfogódottságnak a jelét nem látom. Nem, azért nem, mert tudod miért? Én pontosan tudom, hogy ő kicsoda, és nagyon tisztelem, de ő ezt érzi abból, ahogy én megnyilvánulok felé, hogy én tisztelem azt, amit ő csinál, mert ő a saját szakmájában tényleg százszoros csampion. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Én tisztelem azt, amit... De ő részéről is érzem azt a nyitottságot felém, és valójában én most azt vettem észre egyébként, hogy közöttünk egy ilyen, te arra jöttél rá, hogy a küzdősportolók hasonlóképp gondolkodnak, ahogy ti is a szakmátokban, de valójában ez az élet, mert hogy az életben kell így gondolkodni, és akkor leszel profi valamiben. De... Én inkább arra gondoltam, szabad ne feled, hogy azért nem mindenki viselkedik így, és azért már láttam pár érdekes párosítást, hogy azért egyfajta... abban a kultúrkörben kevésbé ismerős ember az első 10-15 percben egyfajta nagy respektussal viseltetik a másik irányába, és én ezt nekem rendkívül szimpatikus módon nem vettem rajtad észre. Csak erre akartam utalni, hogy valószínűleg te egy nagyon fesztelen figura lehet. De ez nekem nagyon jól is esik, mert hogyha most itt ilyen művésznő, meg jaj művésznő, így meg jaj művésznő, úgy, akkor én lettem volna egy ilyen karót nyelt valaki. Az opera
amit szeretek is, meg van, amit már nem annyira, de... Hányszor voltál életedben? Sokszor? Sokszor nem, de voltam azért, de ne kérdezz meg, hogy mit láttam, mert nem tudom már. Tehát azt sem tudom, hogy mit ebédeltem. Tehát, hogy ebből de, a szempontból... De nem a te műfajod. Én a memória... De egyébként de. Egyébként de. Én, nekem azzal van a bajom, hogy ki kell öltözni, és akkor ott feszélyezetten kell ülni. Tehát, ha el lehetne menni egy farmer nadrágba, akkor azt mondanám, ott nem illik. Nem illik. Na most ezért nem. Nekem mindig az a legnagyobb dicséret, ha olyan mondatokat mondanak, hogy hó, hát a Mozart az rád írta a grófnőt, vagy Verdi az rád írta tulajdonképpen a Gildát. Tehát, hogy te vagy az a karakter, vagy a Desdemona az Otellóban. Tehát, hogy nem én, Rost Andrea éneklem ezeket a különböző szerepeket, hanem én, Rost Andrea leszek... A legmegfelelőbb ember. Mindig egy másik... Rost Andreát húz elő? Igen, tehát hogy az a Rost Andrea belekerül ezekbe az emberekbe, ezekbe a nőkbe. Milyen érdekes, hogy ezt mondod, ugye Csocsosszán sokáig énekelted. Hát és most fogom is megint csak, igen. Ugye az ő élete arról szól, én sem vagyok egy nagy opera értő, de az ő élete arról szól, hogy ő elzártan vágyakozik. És te azt mondtad valahol, hogy te a színpadon jöttél rá arra, hogy te egész életedbe várakozol. És ez te vagy. Ez nagyon érdekes, igen. Tehát nekem ez a várakozás, ami a gyerekkoromban is elkezdődött már. De mire vártál akkor? Vártam a szüleimre. Ők tehát, hol voltak? Tehát úgy volt, hogy innen három és fél éves koromtól a nagyszüleimhez kerültem Szolnokra. A szüleim fent voltak Budapesten, és akkor én minden vasárnap találkoztam csak a szüleimmel. És akkor én mindig vártam őket, és tényleg úgy, mint a Csocsosszán, ott az ablakban álltam, és vártam, hogy majd jönnek. Ez hány évig tartott? Ez, hát addig, amíg a nagymama meg nem halt, 8 éves koromban kerültem föl Pestre. Nagyon nehezteltél is akkor, hogy miért nem velük vagy? Igen. De most már értem. És nem is tehettek volna jobbat velem. Mert mit tanultál itt, amiről ott mondjuk lemaradtál volna? Mármint, hogy mit tanultam Szolnokon? Igen, hát a nagymama közelében. A nagymamánál, meg a nagypapát, a nagypapámnál az önfelett, élethabzsolást. Igen. Az is kell. Az nagyon kell. A nagymamánál meg a szigorú munkát, és a kitartást. És azt, hogy egy nő mindent kibír. Tehát egy nőnek mindent ki kell bírnia. Jó kombináció. És meg kell oldania. És ott volt a nagypapa, akin meg lovagoltam, és húztam a haját, és fogtam a fülét, és én imádtam őt. Ő volt a szórakozás, a nagymama meg a szigor. És ezt tanultam, és hát velük jártam templomba, tehát egy spirituális töltetet is kapott az életem. Picit közelebb is érezted, vagy érzed magadhoz, ha gyerekkorodra visszagondolsz a nagyszüleidet, mint a szüleidet? Igen. De ez olyan érdekes, anyukám 3 éve halt meg, és nagyon gyorsan. Egy hasnyálmirigy rák vitt el 1,5 hónap alatt, és abban a 1,5 hónapban egy ilyen feloldozás történt közöttünk. Nagyon érdekes. Hogy ezt megbeszéltétek például? Én annyira elkényeztettem akkor őt, és annyira szeretgettem, ahogy ő ezt mindig akarta, és egy kicsit megbeszéltük ezeket, amíg lehetett. Nem sokáig lehetett vele kommunikálni, de akkor igen. És ez én nagyon hálás vagyok a jó Istennek, mondjuk így, vagy az univerzumnak, mert akkor nekem 2 hónapig nem volt dolgom. Nem is értettem, hogy miért van a naptáramban ez az üresség. Ezért. És ezért volt. Ezért. Hogy én ott lehessek vele, hogy mi ezt megéljük, hogy végig elkísérjem, és feloldozzuk egymást. Csodálatos. De nem válkálni akarok, de ez a 8 év volt ugye elsősorban a feloldozásra váró történet, vagy egyéb ilyen kibeszéletlenségek is voltak? Hát igazából ez, hogy nekem miért kellett tőlük távol lenni. Ők a munka miatt nem tehették azt meg? Nagyon fiatalon lettek ők szülők, uh-huh. Nem voltak kész erre, se anyagilag nem álltak úgy, se pedig azt hiszem, hogy lelkileg nem tartottak ott, hogy nekik gyerekük legyen.
De hát végül is bevállaltak, tehát nagyon szerettek, de valahogy nem, úgy zavartam ott, vagy nem tudom. És akkor ezért kerültem le vidékre. Ha már ezt említetted. De egyébként nagyon jó. Tehát nekem, én Szolnokra azóta visszajárok. Nekem az a lehet. Szép emlék, és szenzációsan telt a gyerekkorod. Csodálatos. Hát csak van. Ahogy Sanyi is mondta, az egy jó kombináció, ha ezeket tudtad ott megörökölni, elcselni és magadba szívni. Viszont ugye azt mondtad egy interjúban, ha már ezt említetted, hogy az édesapád egy nehezebb természetű ember volt, igen. A nagypapád pedig egy játékosabb, hozzád közelebb lévő szellemiségbe, hozzád közelebb lévő ember. És azt mondtad, hogy a két férjed is ezen típusoknak megfeleltethető. Én erre jól emlékszem, hogy ezt mondtad? Ez érdekes, igen. Igen. Ez érdekes. Hát azért, hogy mondjam, egy lánygyerek, meg egyébként fiúgyerek is, tehát azért hozza ezeket a recepteket, hogy mivel tud mit kezdeni. Tehát, hogy milyen Ez volt a modell. Ez volt a modell, igen, ez volt a modell, és hogyha egy rossz modellt kapok, akkor még rosszabbat választok, de ugyanolyan rosszat. De ez így van. De ez nem baj, tehát én úgy gondolom, hogy az életünk egy olyan fantasztikus játékterep, amiben nagyon sok minden belefér, és semmit nem bánt. Tehát én ugye kétszer elváltam, de két olyan embert ismertem meg, akik nagyon értékesek, nagyon szeretem mind a kettőt a mai napig, hát másképpen természetesen. Az első férjemtől van mind a két gyerekem, és ővelük a mai napig összejárunk. Tehát én imádom a feleségét, a második feleségét. Jó barátok vagyunk. Na, abszolút, ez is ritka. Abszolút, abszolút. Még ki is beszélitek kvázi a volt férjem. Együtt röhögünk. Én a volt férjemen, ő pedig a mostanában szegény. Igen. És hát az első gyerekük az egyszer azt mondta nekem, hogy valaki kérdezte tőle, hogy hány testvére van. És akkor mondta, hogy felsorolta az én gyerekeimet, hogy hát van az Eszter, a Máté, ja, és az Andi. Tehát én ilyen tiszteletbeli testvére vagyok az ő első gyerekeim. Hát azért az elég, hogy mondjam, elég nagy ez elismerés. Fantasztikus. Ez fantasztikus. Ez nagyon jó. A második férjem, ugye ő holland, és ővel azért sokkal lazább a kapcsolat, de azért néha telefonálunk, egymás születésnapjára is írunk. Tehát. És volt egy párod, akivel magázódtatok, azt olvastam itt most. Igen, a igen, volt egy olyan, igen, akivel az elején magázódtunk, és nagyon, ez nagyon bájos. De ez kimúlott rajtad? Rajtam, abszolút. Rajtad? Igen. De neked volt egy ilyen hozzáadott érték, egy ilyen dévajság volt, ez ilyen pajkosság? Pajkosság is, meg én egy kicsit szeretem ezt a fajta régiesebb stílust. Ettől van valami nagyon... Hát játékos, ez is játékos. Játékos, és van egy külön ízt ad hozzá. De összetegeződtetek valaha is? Aztán egyszer összetegeződtünk, de azt nagyon sajnáltam. Igen? Igen, mert ez annyira gyönyörű. Tehát, hogy ez szerintem nagyon szép. De amikor vita volt, akkor azért visszatértetek a... Nem, nagyon szépen lehet magázódva vitatkozni. De azt mondom, hogy a magázódáshoz visszatértetek. Ja? A tegeződés után. Nem, akkor már nem tértünk vissza ezekhez sajnos, de nagyon élveztem. Nem akarok itt disznótörténetet mesélni, de az egyik nagy színészünk, de. Tudomásom szerint élete végéig magázódott a feleségével, és amikor először eljutottak addig, ameddig egy férfi és egy nő eljuthat, vagy talán még tovább is, ahogy mondani szokták, akkor így átszólt állítólag ez a nagy színész, tegeződve a hölgyhöz az ágyba ott heverészve, mire annyit mondott a feleség, a későbbi feleség, hogy na-na, ilyen jóban azért még nem vagyunk. Istenem. Sándor, jól tudom azt, hogy nektek nagyon meg kellett küzdeni a gyerekért, a feleségeddel, ugye? Hát vártunk, igen. Jó sokat vártunk rá. Neki papírja volt arról, hogy nem lehet gyerek. Igen, de nem, papírja nem volt, mert ezt mindig összegyűrtük, és nem vittük haza, de... Mert hogy nem hittétek el, amit mondtak? Én nem hiszek az orvosoknak, tehát hogy én a megoldást én azt ott is saját magam, majd én azt tudom, és ez mindig működött. Na most, ha egy orvos azt mondja a feleségednek, hogy hát nem lehet gyereke, de hogy meg kell, hogy műtsem, és akkor majd így, meg... és már állítottam is meg, hogy köszönjük szépen, doktor, a viszontlátásom, jöttem is el, mert erre semmi szükség nincsen. Tehát, hogy... És valójában ez egyébként egy nagyon jó, hogy is mondjam,
kihúzhatjuk magunkat, tehát egész nyugodtan büszkék lehetünk rá az Ildivel, hogy két gyermekünk van, hiszen arra készítettek már minket, hogy nem lesz gyerekünk, és kettő. Tehát, hogy, és az azon múlt, hogy ti nem adtátok föl? Hát hogy adtuk volna föl? Persze, hát szerettünk volna egyrészt, másrészt ő nagyon sokat tett azért egyébként, mert ez most ilyen népbetegség a hölgyek körében, ez az inzulin rezisztencia, stb. Ez befolyásolja egyébként nagyon sok mindent a szervezet működését tekintetében, és főleg ez, hogy mennyire lesz a hölgy, hogy is mondjam, fogalmazóképes, és mi ezt nem adtuk fel, és az Ildi egy hatalmas változást csinált a feleségem, az étrendjét, nagyon odafigyelt arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyon, de ezek pici dolgok egyébként, de mégis a sok pici összeadódva annyit segített, hogy jött a kisfiam Santyó, és aztán jött Maja, a kislányom, tehát hogy és nem mentem vissza a doktor bácsihoz, és azt mondani neki, hogy na, doktor úr, adja vissza azt a diplomát, mert én maga ugyan fölkaszabolta volna a feleségem, világos. Elmeséled nekünk végezetül, hogy hogy tudtad meg? Annyi próbálkozás és nehézkedés után, hogy apa leszel? Hát én nem kattogtam ezen minden nap, hozzáteszem. Tehát, hogy én egy férfi vagyok, én nem kattogtam minden nap rajta. A feleségem nyilván őt jobban bántotta, és akkor... Van egy barátnője a feleségemnek, és nekik 6 gyerekük van, és csomószor jöttünk össze együtt, mai napig összejárunk, és akkor Nórának hívják a hölgyet, és akkor fölhívta a Nórát, hogy hát neki valami gyanús. És akkor Nóra azt mondta, na várjál, mindjárt megyek. Beült az autóba, és akkor egy marék ilyen terhességi tesztet átvitt a feleségem, na, akkor kezdjük el. 1, tessék. És akkor megcsinálták. Pozitív lett. Wow. Na jó, de ez még nem jelent semmit. Itt van még egy. Az is. Még egy. És 5 csináltak. És az Ildi már így ült. Akkor ez most mi? Az, hogy most eljössz velem, és elmegyünk az orvoshoz. És elvitte az Ildit az orvoshoz, aki megerősítette szintén abban, hogy hölgyem, várandós. És az Ildi, meg a Nóra, én akkor nem voltam, hogy csak elmesélték, és aranyos a sztori, hogy amikor az ultrahangon megnézték, és az orvos mondta, hát ön várandós hölgyem. Elkezdtek ordítani. És az orvos meg nem tudta, most akkor ez jót jelent, vagy rosszat? Maga hülyát, persze, hogy jót jelent. És akkor jött be az Ildi a terembe, vett egy ilyen pici cipőt, én már akkor nyitottam az edzőtermünket, és akkor dolgoztam. És ilyenkor mindig irányítom az embereket, jó, te így, csináltam a dolgomat, és akkor benéztem a terembe, és ott volt egy cipő. És megint elkezdtem szentségen, mert megint ki az a barom, aki behagyja a cipőjét? Hát nem hagyunk a birkózószégen soha semmit, hát nem igaz. Nem hagyunk bent, értsétek meg. És akkor, de azért nézd meg azt a cipőt. De mit nézek rajta? Ez egy cipő. És megyek be, de ez nagyon pici. És besétáltam, megnéztem. Hát de ekkora gyerek itt nincs. Ez hogy hagyta itt? Vagy? Hogy kerül ide ez? Úgy te marha, hogy ez a gyerekednek a cipője lesz. És akkor esett le a tantusz, és akkor... Jó, kirázs a hideg. És akkor sírtunk, hát első is. Én is, én is. Hát hála az ember vagyok, tehát hogy oké, hogy marcon a csávó, de ember vagyok, hát elsírtam én is magam. Akkor a harcos Rost Andrát és a nagyszívű Bárdos is látták, hallották. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hát nagyon köszönjük.